Így szól Isten igéje. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel siklákba megérkezett, ime az amálekiták betörtek a déli vidékre, és siklákba is leverték siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, imé az tűzzel felégetett volt, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ővele volt, felkiáltott, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezrielből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ámen, eddig Isten igéje. Foglaljatok helyet, testvérek! Nagyon fontos, hogy Isten igéjét, meg a történéseket a maguk folyamatában a történelmi kontextusba is belehelyezzük. Tudjuk, hogy Dávid a királyságba felkenetést kapott körülbelül 17 éves korába. Saul ugye kegyvesztett lett Isten előtt, mert többször engedetlen volt az ő parancsának, az ő szavának, és emiatt Saultól elvétetett az a lehetőség, hogy dinasztiát, királyi családot alapítson, és Isten megmondta neki, hogy az ő utódja már nem lesz király, hanem majd egy új családot fog kiemelni, és egy, egy új ház, házat emel föl, a Dávid házát, akik majd adják a királyokat, és Isten egy újat kezdett Dáviddal. És 17 éves korától egészen a királyságba jutásig Dávid egy elnyomott, egy üldözött ember volt, akire az éppen aktuális király az egész hadsereggel, katonai erővel, katonai hatalommal az életére tört, több ízben, tehát tényleg csak hajszál választotta el attól, hogy Saul elne kapja, hogy rajta ne üssön, és hogy az életét el kioltsa és elvegye. Egyedül talán tényleg az volt Dávidnak a menedéke, sok zsoltár szól erről, amikor Samuel, vagy Saul elől futott, hogy Isten volt az ő biztonsága, és mivel Isten kiválasztotta őt valamire, ezért meg is óvta és meg is védte. Tudjátok, hogy az, az életünk nincs emberek kezében. A te életed sem, az én életem sem emberek kezében van. Hanem a mi életünk a mindenható, elhívó, kiválasztó Isten kezében van, és ha ő véd bennünket, ember nem érhet hozzánk. Ha ő azt mondja, hogy az életünk még tart, akkor emberek nem tudják lerövidíteni a mi életünket, nem tudnak megfosztani bennünket dolgoktól, mert Isten tartja a kezében az életünket. És gyakorlatilag az a szakasz, amiről itt szó van, az 1 Sámuel 30-ban, ez már az üldözöttségnek a vége felé történik. Tehát már egy évtizeden keresztül őzte, hajtotta őt Saul, és a 31. fejezet, ami következik, az ugye a 2 Sámuelnek az utolsó fejezete, amelyben Saul és a fiai, Jonatánt is beleértve, a filiszteusok elleni csatában meghalnak, és ugye a következő könyv pedig a, a ugye a, és ez egy Sámuel volt, a kettő Sámuel pedig azzal kezdődik, hogy, Dá, hogy Dávidot már királyságba ö, teszik, és először ö, ö, Hebronban, hét és évig, aztán utána Jeruzsálemben még 33 évig uralkodik. Tehát ez a szakasz, amiről ma itt szó van, ez az üldözöttségnek a, a vége, Gyakorlatilag a fő ellenség, Saul már az utolsókat rugja, és egy nagyon ellentétes pályát fut be Dávid élete és Saul élete. Amikor itt találjuk Dávidot siklákban, akkor ez egy filiszteus város, ahol menedéket kapott a 600 emberével és az ő családjaival. Azért tölti az időt a filiszteusok földjén, mert ahogy említettem, Saul üldözi őt. És ezt megelőzően egy év és négy hónapon keresztül Filiszteus földön lakik Dávid. És gyakorlatilag Saul pedig készül egy harcra a filiszteusok ellen. És amikor ez a harc bekövetkezne, akkor azt mondják a filiszteusok, hogy ne gyere velünk a harcba, hát a saját atyát fiai ellen, az izraeliek ellen ne harcoljál velünk. Nem menjél Saul ellen, meg féltek a filiszteusok is, hogy Dávid azért lojálisabb a saját népéhez, mint a filiszteusokhoz, és ne talán beveszik őt a csatába, és aztán a harc hevében Dávid átáll és a sajátjaival harcol a filiszteusok ellen. És emiatt Ákisból, ahol éppen tartózkodott, hazaküldik őt, és ezzel fejeződik be itt gyakorlatilag ugye a filiszteus földön volt tartózkodása, hazaküldik őt siklákba. Ez egy száz kilométeres út, Áfektől Siklágig, lovakon, ugye egész felszereléssel, málhával, minden, és mire megérkeznek, teljesen kimerülten, teljesen kifáradva érkeznek meg ebbe a városba, amiben betörtek addigra az amálekiták. Mit csinál egy ember, akit Isten kiválasztott valamire, Fontos szolgálatra, fontos feladatra egy ilyen helyzetben. Mitől út ez a királyságba? Hogyan reagál egy ilyen teljesen reményvesztett szituációban Isten embere? Hogyan készíti ez, hogyan mutatja meg, hogy kiformálódott az a karakter Dávidban, hogy alkalmas legyen egy egész népnek a vezetésére? Hogyan mutatja meg ez a helyzet azt, hogy a tizenvalahány évnyi üldözöttség nem egy eltorzított és megnyomorított embert produkált, hanem egy kipróbált embert produkált. Higgyétek el, hogy az életünkben lévő nehézségek, völgyek, viharok nem azért vannak, hogy minket tönkretegyenek, hanem azért, hogy minket fölkészítsenek valamire hogy megerősítsenek, hogy ugye Erdélyben talán ez a, ez a mondás él is, hogy minden, ami nem öl meg, az megerősít, kivéve a medvét, mert az megöl. Tehát, de medvével, hála Istennek, nem találkoztunk, bár szokták mondani, hogy még kicsit bejebb mentünk volna a nagy erdőségekbe, akkor akár még medvével is találkozhattunk volna. Már több mindent elolvastam, hogy mit kell medvetámadáskor csinálni, de nem tudtam rajta eligazodni. Mert van, aki azt mondja, fussa, hogy bírsz, van, aki azt mondja, állj meg, nézz a szemébe, valaki azt mondta, hogy bújj el, rejtőzz Mindegy, nem tudom, hogy mit kell csinálni, legjobb nem találkozni talán a medvével. Tehát Isten fölkészítette Dávidot valamire. És nézzétek meg, hogy miközben megérkezik siklákba, egyébként nem túl régi, régészeti kutatások támasztják elő, sokáig nem találták ezt a helyet, ezt a ciklágot, vagy siklágot, és most csak pár éve 2015-16-17 táján régészeti kutatások igazolták ennek a városnak a meglétét, és a, a, a különböző rétegű ásatások bebizonyították, hogy filiszteus maradványok voltak ott, hogy izraelita, tehát Dávid korából származó maradványok voltak ott, és hogy fel is égették a várost, még annak is vannak bizonyítékai a föld alatt, és ez nem is túl régen találták meg ezt a Siklág nevű várost, ahol Dávid ott hozódott meg az ő családjával. Azt mondja az ige, hogy 600 ember volt vele, és ugye nyilván ők harcolni mentek a feleségeiket, és a gyermekeiket pedig ott hagyták. És jött a délről Amálek, és kifosztotta, elhurcolta a várost, és felégette tűzzel az ő helyüket. És amikor visszaérkeztek egy száz kilométeres nehéz útról, akkor azt találták, hogy nincs meg a család. Hát kik a legdrágábbak a földi életben az embernek? És gondoljatok bele ebbe a helyzetbe. Hazamész, nincs a férjed, nincs a feleséged, nincsenek a gyermekeid. Rabló kezébe van. Az életük felől sem lehetsz biztonságban. Minden, ami neked kedves, ami drága, az elveszett. A, ami megmarad dolgaid, föl vannak égetve, fel vannak perzselve. Semmit nincs, csak az a ló, ami ülsz. És azt mondja az ige, hogy nyilván az első sokban Hát neki álltak sírni ezek a meglett erős férfiak, harcedzett férfiak, elfáradtak a sírásba. Nagyon-nagyon cudar volt a helyzet. Már sírni sem volt erejük, azt mondja az ige. Dávid két feleségét is elhurcolták, ahí Noámot és, és Abigailt. És azt mondja az ige, hogy Dávid nagyon nagy szorultságban jutott, mert a nép az elkeseredés miatt ő ellene is föllázadt ahogyan Izrael népe állandóan Mózes-t hibáztatta a bajaiért, a problémáiért, most ezek a kipróbált harcezett legények az ő problémáikért Dávidot kezdték hibáztatni, és azt mondták, hogy megölik. És itt következik be egy fordulópont. Szeretném megmutatni a másik oldalt is. Saul ebben az időben, pont ez alatt a történés alatt, ugye a korábbi részek beszélnek erről, hogy amikor tudta, hogy a filiszteusokkal szembe kell néznie, néznie és Isten nem válaszolt neki, akkor egy halott idéző asszonyhoz fordul, hogy megidéztesse Sámuel szellemét, hogy valahogyan valami információt kapjon a csata kimeneteléről. Az a Saul, aki jó állapotában, azt mondja az igaz, hogy kivesztette az országból a boszorkányokat, meg a halott idézőket, meg a szellemidézőket, mert Mózes könyve nyilvánvalóan tudta, tudtára adta, hogy ezt Isten tiltja. És ez a Saul élete utolsó állomásaként az Istentől való teljes elfordulását azzal pecsételi meg, hogy szellemidézőkhöz fordul. Dávid pedig, az egy évtizede üldözött ember a legnagyobb mélypontján Istenhez fordul. És azt olvassuk itt, hogy Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ugye Jakve szó szerepel itt az Úr helyén. Megerősítette magát Jakvéban. Ugye talán úgy magyarázta a Levente néhány vasárnappal ezelőtt, hogy a Jakve volt az ígéreteket megtartó Isten. Így gondoltak rá, hogy egy olyan Isten, aki megtartja az ígéretet. És gondoljatok bele, hát Dávid tudta, hogy persze, amikor a szorítás van, akkor nem mindig gondolkodunk logikusan, de hát ha Isten felkent engem királyán, akkor nem hallhatok meg, akkor nem kövezhetnek itt meg engem, akkor nem érhet itt véget az életem, nem hiszem, hogy siklák lesz az utolsó állomása az életemnek, hiszen akkor jakvekeze elgyengült volna, akkor nem tudná megtartani az ígéretet, a mindenható Isten valaminek történnie kell. És Dávid megerősítette magát az úrban akkor is, amikor mindenki el volt keseredve körülötted. Azért jó gyülekezetbe jönni, mert általában azért mindenki talán nincs elkeseredve egy, egyidejüleg, bár az is megeshet, hogyha közösen ér bennünket valami nehézség, akkor egyidejüleg elkeseredünk, de, de, de gondoljatok bele abban a szituációban, amikor mindenkinek teljesen pessimista mondatai vannak, teljesen maga alatt van mindenki, mindenki gyászol, mindenki le van verve, mindenki csak a bűnbakot keresi, és van valaki, Dávid, aki megerősíti magát az Úrban. Megerősíteni magad az Úrban, a te Istenedben. Abban az Istenben, aki ígéreteket tevő és ígéreteket megtartó Isten. Hogy történt ez a megerősítés? Hát gondolom, hogy imádkozott. Uram, mit vagyok? Semmim nincs. Feleségek, gyerekek, oda. A hely, ahol másfél éve lakom, tiszta hamu az egész, fel van perzselve minden. Az embereim, tudjuk, hogy ez, ez az embersereg, aki Dávid körül van, ezek hitelezőktől menekült emberek. Kidobott, kitaszított emberek, akik Dávid mellett lettek valakik, akik Dávid csatáiban harcoltak. Most ezek az embereim, akikkel már sok csatát megvívtunk, ellenem fordultak. Uram, jöjj! Jakve, segíts! Adj erőt, Istenem! Nem lehet ez a vége. És mikor az ember imádkozik, erő árad a lelkébe, erő árad a szívébe, olyan gondolatai támadnak, amik ima nélkül nem támadnak. Mert amikor imádkoz, olyan gondolatai támadnak, amelyek a szent lélek gondolatai. És azt mondja Dávid, ott is volt egy pap, nem a jójada, hanem a hetedik vers azt mondja, hogy ott volt Abjátár pap. Zoli mondta, hogy a jójada olyan jól cseng, de kétszer úgy kérdezte, hogy vajon jójada? mondom, ez még nyelvtörőnek is elég jó, hogy vajon jó a pap oktatta-e volna őt, vagy hogy mire jutott volna nélküle. Itt volt Abjátár, és azt mondja az ige, hogy megkérdezték az urat. Az Efód, az egy főpapi viselet volt, amin drága kövek voltak, és megkérdezték az urat, hogy mi legyen. És azt mondja az ige 8. versben, megkérdezte Dávid az urat, mondván, üldözzem-e a sereget, Utoléreme őket, és mondanékik, üldözzed, mert bizonyosan utoléred őket, és szabadulást szerzel. Megkérdezte Dávid az Urat, miután megerősödött az Úrban. És valahol egy hit jött a szívébe, hogy ez a történet nem itt fog véget érni. Isten egy más forgatókönyvet készített ami mi számunkra. Tudjátok, Amálek is készít egy forgatókönyvet, és ez nagyon érdekes dolog, majd lehet, hogy a Galata levélhez oda megyünk, mert már beszéltünk Amálekről, hogy Amálek, az egész Bibliát, ha végignézzük, nem is olyan régen beszéltünk egyébként Amálekről, mert ugye az első csata, amivel szembe kellett néznie Izraelnek, mikor kijött az egyiptomi fogságból, az Amálek volt. És Amálek a testet képviseli. A bukott emberi természetnek a Mintája az egész Bibliában. És mikor támadja meg az embert, a bukott emberi természet a test, a test kívánság, amikor gyenge vagy és fáradt vagy, amikor lelkileg padlón vagy, jön a test a maga hangjával, a maga kívánságával, a maga eszközeivel, vágyaival, hogy leromboljon téged, hogy elveszíts az Istenben való bizalmadat. És olyan dolgokat tegyél, amire a test kívánsága indít, és nem olyan dolgokat, amit a szent lélek indít. Tudjuk a Bibliában, hogy az új szövetségi hívőben ott munkálkodik a szent lélek, amely hadakozik a testkívánsága ellen, a test meg a szent lélek ellen tör bennünk. Van bennünk egy harc, hogy kinek engedünk a test hangjának, a testkívánságának, a rossz régi természetünknek, vagy az új emberünknek, a Szentléleknek, aki bennünk él. És Dávid, amikor látja, hogy az Amálek a test leuralta a tábort, leuralta az embereket, kifosztotta őket, szembeszáll ezzel az erővel. Szembeszáll a testtel, szembeszáll a test kívánságával, szembeszáll Amálekkel. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy mi volt Saul első küldetése. Hogy menj, és ütköz meg Amálekkel. Azt mondja az ige, hogy Saul első ö, ö, Isten általi felkérése királyként az volt, eszébe jutott az úrnak, mondjuk ezt így emberiesen, hogy akkoriban megtámadta Amálek az én népemet, az Izraelt, amikor kijött Egyiptomból, és mikor fáradt volt. Saul az első királyként, amikor már a nép a helyére jutott, már országa volt, már megvédte a határait, azt mondta neki Isten Saulnak, menjél és ütközzél meg a málekkel. És tudjuk, hogy életbe hagyott sok mindenkit a Saul. Győz... Saulnak a veszte az lett, hogy soha nem győzte le a máleket. A testet, a rossz régi természetét, amit Krisztusban keresztre kell feszíteni. Soha nem győzte le. Mindig a test kívánságának engedett és nem tudott a szent lélek által élni. És Dávid uton van a királyságba, és van egy nagy próba, neki is le kell győzni a testet. A régi természetével el kell bírnia, le kell győznie az urától. És megerősíti magát az Istenben, megkérdezi az urat, utoléreme, me, -e? Mit mond Isten? Üldözzed. Harcod van vele. Figyeljetek, Isten megkérdezed, hogy harcolja a testtel? Mit fog mondani? Á, békülj ki vele! Elvesztek ti így egymás mellett. Hát most minek mindig harcolni? Vannak kívánságok, meg minden, de hát meg lehet azt magyarázni, meg lehet érvelni, hogy miért tűröd meg. Azt mondta neki Isten, üldözzed! Na, na, hogy üldözzed! Hát a málekkel ki ne békülj! a testtel ki a régi óembereddel ki ne békülj, nehogy barát legyen az ellenség. Tudd, hogy kivel vagy. És Isten azt mondta, üldözzed, mert utoléred, legyőzöd, és kiszabadítod. És hát a 9. verstől azt olvassuk, hogy elment azért Dávid, ő és az a 600 ember, akik vele voltak, és mikor a Bésor patakjához jutottak, ott a népnek egy része megállt. Dávid azonban 400 emberrel tovább üldözte az ellenséget, 200 ember pedig ott megállott, mivel fáradtabbak voltak, mint sem, hogy a Béshor patakján átkelhettek volna. 600-an indultak, ez a Bésor patakjáitag nem egy nagyon nagy patak. Ez tudod, amikor nagyon fáradt vagy, akkor egy kis patak is akadály. És az egyharmada lemorzsolódik a csapatnak. Ők sem teljesen haszontalanok. Azt mondja az ige, majd később, ha eljutunk odáig olvasni fogjuk, hogy vigyáztak a cuccokra. Mert egy fáradt ember is tud valamit csinálni. Tudjátok, vannak vannak olyanok, akik élen járnak a harcban, és vannak olyanok, akik, akik vigyáznak a cuccokra. és arra is szükség van. És majd látjuk, hogy a zsákmányból egyenlően osztoznak. És azt mondja az ige, hogy akkor 400 al mennek tovább, mert a testet nem lehet hagyni, futni a máleket. És nézzétek meg az Isten beavatkozásait sorba. Az első azt mondja, és találtak a mezőn egy egyiptomi embert. Akik, akit Dávidhoz vittek, és adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megítatták őt vízzel. És adtak neki egy cson, csomó száraz fügét, és két kötés aszuszőlőt. Tehát most a szőlőkre <laughs> ne térjünk ki, meg a szoldos kalácsokra. Annyira, annyira mélyen volt az egyiptomi, hogy még, a, hogy még a mazsola is kihúzta őt a bajból. Remélem, hogy annyira mélyen nem leszek, hogy, hogy mazsolát kell ennem. De Egyébként, amikor benne voltunk a Covid-ba, akkor hozott nekem a Csiki Jani így, így viccből egy csomag mazsolát. hogy azt mondja, most úgy érzed az ízeket, edd meg a mazsolát, nézd meg milyen. És akkor egy egész zacskó mazsolát megettem testvérektel. És miután evett, és magához tért, mert három nap és három éjjel sem kenyeret nem ivett, sem vizet nem ivott, mondanék ki Dávid, ki embere vagy te? Honnan való vagy? Ő pedig mondta, egyiptomi ifjú vagyok, egy amálekita embernek szolgálja, és elhagyott engem az én uram, mivel megbetegedtem, és immár ma a harmadnapja. Mi törtünk be a kréteusok déli vidékére, és oda, amely Júdáé és Kálemnek déli vidékére, siklágot felégettük tűzzel. Tehát üldözik, azt mondja az úr, menj, üldözd, utoléred. És aztán találnak egy embert, aki a következőkben mindjárt megmondja, hogy pontosan hol az ellenség. Azt, mond, azt mondja, a múltkor is ö, ö, megnéztük, hogy a Amálek egy nomád rablóbanda volt, egy rabló törzs, és gyakorlatilag megtámadta, itt látjuk, hogy a déli vidékekre is betört, tehát már szervezett államokat is megtámadott, de az volt a, még az elfoglaltság, kedves, kedvenc elfoglaltsága, hogy különböző karavánokat támadott meg, és gyakorlatilag ő biztosította, a rabszolga szállítmányokat Egyiptomba. És össze, ugye itt se öltek meg senkit, összefogdosták az embereket, leszállították rabszolgának, kaptak érte pénzt. És ebből éltek, hogy rabszolga sorsba taszították az embereket. A test rabszolgává tesz. A test kívánsága rabszolgává tesz. De volt itt egy rabszolga, aki szerencséjére lebetegedett. Figyeljetek, még egy betegség is jöhet jól. Általában nem szeretünk betegnek lenni, és Isten tartson meg minket egészségben. Ez, a, ez az alap, alaphelyzet. De, de, nézzétek meg, ez a beteg ember megtalálta, megtanulta, hogy milyen az amáleki természet. Amikor már nem vagyok hasznos, eldob. Ha nem tudok a javára lenni, eldob, eltaszít, halálomra hagy, magamra hagy, hogy meghalljak. Figyeljetek, nem jó szövetséget kötni a testtel, mert egy ponton túl halálba dönt, ott hagy magamra, és hagyja, hogy a végem legyen. És ez az egyiptomi ember, egy amáleki embernek volt a szolga, és megbetegedett, nem törődött vele, semmit nem ért az élete, olcsó volt az élete, hagyták kitenni, három napig nem evett, nem ivott, és jött Dávid, és megetette, megitatta. Az úr mindig fölkarolja a kidobott embereket, és azt mondja ez az ember, hogy mi törtünk be, és a 15. vers azt mondja, mondta Dávid, elvezetsz -e minket ahhoz a sereghez, és mondta, esküdjél meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg engem, sem az én uram kezébe át nem adsz. Nem akart ő már visszamenni a málekhez, és én elvezetlek téged ahhoz a sereghez elvezette azért őket, és íme azok elszélettek az egész vidéken, és ettek, ittak, és táncoltak, és igen nagy, az igen nagy zsákmány felett, mert a filiszteusok tartományából és a juda tartományából hoztak. És vágta őket Dávid alkonyattól fogva másnap estéig, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak 400 ifjú ember, akik tevékre ültek és elfutottak. És mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az amálekiták, az ő két feleségét is megszabadította Dávid, és semmiük sem hiányzott, sem kicsin, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem, és mindabból, amit elvittek tőlük, Dávid mindent visszahozott. Utolért négy százan voltak már csak túlerővel találkoztak, hiszen azt olvasjuk, hogy 400 fiatal elfutott. Tehát annyi elfutott, ahányan ők voltak. Akkor még mennyien voltak, akik harcoltak velük, hiszen alkonyattól a következő nap estéig, tehát legalább 24 órás csata volt. De Isten adott erőt annak az embernek, aki megerősíti magát benne, aki hisz abban, hogy Jakve, a mindenható Isten, az ígéret tevő, és ígéretet megtartó Isten, akinek a kezében van az életünk, akit ha megkérdezünk, válaszol, aki azt akarja, hogy harcoljunk a bűn ellen, hogy harcoljunk a testkívánsága ellen, hogy harcoljunk az óember ellen, és azt mondja, menj harcolj, ütköz! Ne hagyd, hogy kifosszon, ne hagyd, hogy legyőzzön, ne hagyd, hogy rabszolgává tegyen! Menj harcolj! És amikor ilyen harcban vagy, amikor Dávid ugye mindig azt mondta, hogy ha, vagy Saul is azt mondta jó állapotában a Dávidnak, hogy menj és harcold az Úr harcait. Mert vannak harcok, amik az Úr harcai, amiket, hogyha harcolsz, akkor Isten támogatását fogod élvezni. És ott lesz az egyiptomi ember, aki megmondja a jó információt, és ott lesz az a segítség, amire szükséged van. És ad erőd a kezedbe, hogy egy ilyen harcot megvívj, és ugye azzal zárul a történet, hogy mindent visszahozott hiánytalanul. Mindent. Megtalálta a feleségeit, megtalálta a gyermekeit, megtalálta az ellopott holmit, mindent visszakapott. Figyelj, aki szembeszáll az ellenséggel, az győzni fog. Aki pedig megadja magát, az rabszolgasorsa jut. Tudjátok, hogy a római katona is úgy volt felszerelve, hogy csak a háta volt védtelen. A római katonának a háta védtelen volt. Nem arra voltak berendezkedve, hogy valaha is hátat fordítsanak az ellenségnek. Szemből védett volt. Ott volt a pajzs, a melvas, ott volt a sisak. Ha szemben állt az ellenséggel, mindig több esélye volt, mint a hátat fordított. És ugye amikor két római volt, akkor egymásnak tették a hátukat, és akkor mindegyik védve volt, mert levédték egymást. És a rómaiakat nem arról ismerjük, hogy egyszemélyes hőseik voltak, hanem hogy hadseregeik. Mert védték egymást. Mert a védtelen részét a másik levédte. Milyen szép kép! arról, hogy hogyan kellene Isten népének harcolni. Hogy nem egymás védtelen részeit kellene feltárni, hanem azt lefedni. Azt lefedni. Hogy ahol betalálhatna az ellenség, ott én állok őrt. És védem a testvéremet, és védem a barátomat, a Krisztusban megváltott hívő társamat. És Dávid mindent visszahozott, és azt mondja az ige, hogy nem akarom túl hosszúra fogni itt a felolvasást, hogy amikor mentek vissza, akkor azt mondták a többiek, hogy ne adjanak azoknak, akik ott maradtak a pataknál, a holminál. És azt mondja Dávid a 23. verstől, ne cselekedjetek így, atyám fiai, azzal, amit az Úr adott nekünk. Ő oltalmazott minket, és adta kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött. Vajon enged, kicsoda engedhetne nektek-e dologban? Sőt, inkább amekkora annak a része, aki elment a harcba, ugyanakkora legyen annak része is, aki a holminál maradt. Egyenlőképpen osztozzanak, és úgy történt, ez, ez, a, ez attól a naptól fogva, ezután is, törvényé és szokásá tette ezt Izraelben minden mai napig. Tehát Dávidnak azt mondták az emberei, hogy hát figyelj, mi 400-an, Szembeszálltunk a málekkel, mi harcoltunk, mi oda tettük a kardunkat, az arcunkat, az életünket, veszélyeztettük. Ez a kétszáz meg ott a pataknál mondva csinált okok miatt <laughs> nem, nem jött velünk, persze, el voltak nagyon fáradva. De azt mondja Dávid, figyeljetek, a győzelmet az úr adta. Az úr adta. Figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon. Nagy titok a dolog a Bibliában, hogy amikor cselekszed Isten akaratát, akkor Ő adja a győzelmet. Adja. Nem egyedül fogsz harcolni, nem egyedül fogsz szembenézni az ellenséggel. Hiszen szóval Maga Isten mondta, hogy üldözzed, hogy menj utána, hogy utoléred, hogy visszaszerzed. Dávidnak kellett harcolni. De az, hogy sértetlenül mindenki megúszta egy túlerővel szemben, az Isten faktor nélkül, ez elképzelhetetlen. Mindig benne van az Isten faktor, Jézus faktor az életedben. Akarod tapasztalni a Jézus faktort az életedben? Hogy olyan dolgok történjenek, amire képtelen vagy? Harcold az Úr harcait! Harcolj Amálekkel, állj szembe a régi természeteddel, állj szembe a bűnnel, állj szembe az ó emberrel, és meg fogod tapasztalni a Jézus faktort az életedben. Hogy győzni fogsz, hogy nem igaz, hogy állandóan le kell, hogy teperjen bennünket a régi élet, hanem győzni fogsz az Úr által, mert ott van egy faktor, a Jézus faktor az életünkben. És, és a holminál maradó is részesült ugyanabból az áldásból, amiből a harcosok részesültek. Tudjátok, ma is az Isten szolgálata nagyon-nagyon sokrétű lehet. Nem mindig vannak, a legtöbb emberek, legtöbb embertelen nincs az első sorban, de bárhol vagy Isten szolgálatában, ugyanannyi a részed. Gondoljatok bele, hogy Isten hogy méri a dolgokat. Hogy lehet, hogy egy Reinhard Bonkénak ugyanannyi a jutalma, mint az idős nénynek, aki imádkozott érte egy életen keresztül. Vagy annak az embernek, aki adakozott a missziójára, a forintjaiból, vagy az euróiból, vagy amit éppen megkeresett. És ugyanaz, nem mindenki tud elmenni, de mindenki tud támogatni valamit. Tudod támogatni a szavaiddal. És olyan, ugye voltak Amerikából is testvérek, és az amerikai kultúrában tudom, hogy sok kifogásolni való van amit szoktunk is mondani, hogy nyugatról jön a sok szenny, meg minden, meg Hollywood, meg, meg sok minden. De az, hogy, hogy őket mondjuk Isten megáldotta anyagiakkal, hogy az Amerikában mindig a, a végtelen álmok ország, vagy a, a nem tudom, hogy itt nem ez a kifejezés, amit szoktak mondani, az álmok földjére, hogy mennyire benne, bennük van, hogy dollárt adni Isten munkájára a misszióra. És most is, amikor beszélt az egyik testvér, akkor, euh, akkor, beszélt arról, hogy milyen az adakozási morál most jelenleg az Egyesült Államokban. És hát már messze nem tartott, mint ahol, ahol voltak. De azt képzeljétek el, hogy az egész afrikai kontinens nagy részét, meg Ázsiában, meg az arab világba, a misszionáriusokat, az evangelistákat a legtöbbét dollárból finanszírozták. Ami azt jelenti, hogy az egyszerű emberek bevitték a dollárjaikat, és azt mondta, én nem tudok elmenni, én nem tudok beszélni, én nem tudok föladni mindent, de ott van egy ember, aki ezt megteszi, és nem tudok más tenni, adok egy dollárt, öt dollárt, tíz dollárt, száz dollárt, és menjetek, evangelizáljátok, csináljátok. És hiszem, hogy ugyanaz a jutalma, ugyanaz a jutalma, mint annak, aki elmegy. Mindegy, hogy a holminál vagy, mindegy, hogy harcolsz, Isten azt várja el, hogy azt, amit meg tudsz tenni, abban lépjél bele. És ugyanaz a jutalom. És figyeljetek, a következő részben azt találjuk, tehát így nagyon éles a kontraszt, hogy Dávid talán életének a legmélyebb pontján szembeszáll a Málekkel, legyőzi a testet, szabadulást szerez és jön Saul, a következő fejezetben Saulnak az utolsó ütközete. Következő rész. Hogy a filiszteusok, akik nem akarták, hogy velük harcoljon, ugye Dávid hazaküldték, azok megütköznek Saullal és seregével, és Saul a fiaival együtt oda veszik, és amikor megszorítja a harc Sault, akkor mondja a fegyverhordozójának, hogy ölje meg és a fegyverhordozója nem mer kezet emelni a királyra, és azt mondja az ige, hogy fogta Saul a kardját, és belebocsátkozott a kardjába. És gyakorlatilag öngyilkossággal ért véget Saul élete. És fiai élete, minden, ami ott van, ebben a csatában. És ott van egy győzelem és egy vereség egymás mellett. Egy győzelem és egy vereség. És a különbség az, hogy van valaki, aki szembeszállt a testtel, szembeszállt Amálekkel, legyőzte a régi természetét, akarta, hogy az Úr éljen benne. Hogy az Úr éljen benne. Harcolta az Úr harcait, azt üldözte, akire Isten mondta, hogy üldözzed. Saul kit üldözött egész életébe? Dávidot. Értitek? Saul egész életében Dávidot üldözte. Azt üldözte, akit nem kellett volna. Nem, hogy szembenézett volna a saját bűneivel, a saját gyengeségével, a saját kísértéseivel, a saját démonjaival. Azzal nem nézett szembe. Üldözött valami mást. Dávid meg szembenézett azzal, akire az úr ráküldte, akit azt mondta, hogy üldözzed Amáleket. És tényleg az egész Bibliában Amálek egy hihetetlen nagy tanítás. És akkor hadd olvassam itt még el, az időnk is elszaladt a Galata levélből, az új szövetségi üzenetet, amit itt tudunk ide kapcsolni. ha megtalálom, Galata 5.16-tól azt mondja itt Isten igéje, mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, az ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt, a lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. És itt van Saul és Dávid pontosan kiábrázolja ezt a két vonalat. Saul a test szerint járó ember, Dávid pedig a lélek szerint járó ember. Az egyik futni hagyja a máleket, és azt üldözi, akit nem kéne, a másik pedig szembeszáll a málekkel, és legyőzi, és győzelmet arat. És gyakorlatilag a következő lépések Dávid életében, hogy fölkeresik, hogy ő legyen a király. Út a királyságba, út az uralkodásba. Hogyan jut előre az életed, az én életem, hogyha az ellen megyünk, akivel ellen az Úr küld, és az Úr adja a győzelmet. És figyeljetek, ott is egy óriási dolog, a következő rész azzal kezdődik, és ezzel befejezik, csak hogy mennyire meg tudta ölni a testet, az óemberi természetet Dávid. Hozzák neki Saul halálhírét. Ki hozza? Egy Amálekita. Saul halálhírált egy amálekite hozza. Azzal dicsekszik, hogy ő ölte meg Sault. Tudjuk, hogy ez nem igaz, mert Saul öngyilkos lett. De talán átvitt érte, mert mégis igaz, mert az amálek azt mondta, kinyírtuk. Kinyírtuk Sault. Itt van egy ember, aki nem bírt a testével, Kibírt. kinyírtuk. És azt mondja az ige, hogy ő dicsekedni akart, be akart vágorni azzal, hogy ő Saul gyilkosa, és Dávid elfogadja és megöleti. És kimegy és sír sír Saul fölött, és sír Jonatán fölött. A fölött a Saul fölött gyászol, aki tizen x éven keresztül tört az életére. Ki mindent elkövetett, hogy Dávid ne legyen király, hogy meg se érje a következő napot. A legádázabb ellensége halálhírén gyászol és sír, és őszintén meg van szomorodva. És nem egy bosszú forraló, nem egy kárörvendő. Na, így járt a Saul, megérdemelte. Velem kezdett ki. Az Isten emberével akart újat húzni. És nyomát se látjuk ennek a viselkedésnek. Nyomát se látjuk ennek a magatartásnak. Hanem őszintén szívéből össze van törve, hogy Saul így járt. Tudjátok, soha, valahogy nem tudok azonosulni azokkal az ítélő proféciákkal, akik kárörvendenek azok fölött, akik rosszul jártak. Ez nem, nem a Krisztusi lelkület. Hogy, hogy érezhet bárki elégtételt másnak a romlásán? És Dávid ezzel a magatartással foglalja el a trónt. Figyeljetek, nagyobb biztonságban vagyunk, ha egy ilyen ember ül a trónon. Mint hogyha egy bosszuszomjas test kívánságától megkötözött, egy óemberi természet által leuralt, Istennek engedelmeskedik, nem akaró királyül a trónon. És itt jön a nagy kérdés. A te életedben kiül a trónon. Mert ülhet a trónon Földesi Tamás is, akiben nem sok köszönet van, és ülhet a trónon a szívemben Jézus Krisztus is az új ember. Mert akik a Krisztuséi a testet megfeszítették kívánságaival és indulataival együtt, ami azt jelenti, hogy meghaltak a régi életnek. Mert ami a kereszten van, az már sok mindent nem fog csinálni. És hogyan van biztonságban az életed? Ha Jézus irányít, ha ő a király, ha ő ül a trónon, út a királyságba, enged oda Jézust. Enged oda ülni az életet trónjára, enged oda ülni mindenben. Tudjátok, ez egy, ez egy, nagy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra történik. Azt gondolnánk a megtérésben, ó, Jézus odaült az életünk trónjára. Igen, odaült. De harcunk van a test ellen, és minden alkalommal garantálnunk kell, vagy bizonyítanunk kell, hogy Jézus ül a trónon, mert megpiszkálják időnként a régi életünket, megpiszkálják a régi természetünket, és akkor valójában vajon ki fog válaszolni? Ki fog cselekedni? Hogyha Jézus, akkor, akkor ő van az életünk trónján, és legyőztük a máleket. Adjon az Úr ebben győzelmeket mindenkinek. Tudom, hogy ez mindenkinek a saját személyes harca. Egymásban annyiban tudunk segíteni, hogy Dávid sem egyedül harcolt, voltak társak, Tudjuk egymást segíteni, bátorítani, hogy Zoli is beszélt Jojada szerepéről. Micsoda nagy dolog, amikor Jojadákkal vagyunk körülvéve, akik úgy oktatnak bennünket, hogy az Úrral jó kapcsolatot ápoljunk. De a személyes kísértéseidben, kihívásaidban neked kell az Úr oldalára állnod és harcolnod az Úr harcait. A te életedben a saját tested kívánságait te tudod legyőzni és adja az Úr, hogy ebben kapjunk győzelmeket őtőle, és lélek szerint éljünk, és lélek szerint is járjunk. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked Dávid és Saul példáját, és látjuk, hogy a végén már nagyon szétnyílt az olló. És Saul életen nagyon rossz irányba ment a szakadék felé, és Dávid élete pedig még a nehézségek, a kihívások, a traumák helyzetén keresztül is a királyságba vezetett. Uram, látjuk, hogy az egyik ember eluralták a testi vágyai, indulatai. Sault legyőzte a féltékenység, legyőzte az irítség, legyőzte a hatalomféltés, az engedetlenség, és a végén egy halott idézőtől akar tudakozni, mert az élő Istennel elveszítette a kapcsolódást. Dávidot pedig üldözték, nyomorgatták, meg akarták ölni több ízben, szélére akarták szorítani, mindent megtettek vele, amit csak lehetett, és mégis a királyságig vezetett az útja, mert harcolta az Úr harcait, mert szemben állt azzal, akivel te szemben állsz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a méletünkben is van egy harc, Test a lélek ellen a lélek pedig a test ellen. De köszönjük, hogy mi élhetünk lélek szerint, és járhatunk lélek szerint, és részesei lehetünk annak a győzelemnek, amit a Szent Élek által megszereztél számunkra. Köszönjük, hogy új emberek vagyunk, új természet részesei vagyunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy megfeszíthettük a tested kívánságaival, indulataival együtt. Adorom, hogy mindig érvényt tudjunk szerezni ennek a fontos igazságnak az életünkben. Hogy amikor a mindennapok próbái ott vannak az életünkben, és kihívások, kísértések érnek bennünket, Adorom, hogy a bennünk élő Jézus, a bennünk élő Szentlélek szerint tudjunk cselekedni, hogy ő uralkodjon a szívünkben és a vágyaink fölött. És köszönöm, hogy akkor utunk van a királyságba. Köszönjük neked, Istenünk, hogy vársz oda bennünket, és azt akarod, hogy a te uralmad alatt éljünk életünk minden napján. Jézus, megvalljuk ma is, hogy te vagy az Úr, és te vagy a Király az életünkben. És akarunk, Uram, ebben mindig magabiztosak lenni, és elismerni ezt a, ezt a főséget fölöttünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.